Édesapám a háború előtti alatti regősz csergész mozgalom egyik vezetője volt. 1920 és 1940 között, tehát messze-messze az úgynevezett táncház mozgalom elindulása előtt Budapesten 20 éven keresztül néptáncot tanítottak a cserkészek. Igaz, nem vonós bandára, de már olykor-olykor furulja szóra. Édesanyám angol-német-magyar szakos tanár volt. Egyébként az alatt a 4 év alatt, amíg Erdélybe dolgozott apám, ők Kolozsváron akartak letelepedni. A Farkas utca iskolába tanított édesanyám. Aztán onnan apám emiatt, vagy ilyen jellegű tevékenysége miatt menekülni kellett. Én gyerekkortól kezdve egy olyan családban nőttem fel, ahol a néphagyomány szeretetére neveltek. Nem úgy direkt módon, hogy fiam ezt vagy azt szeressed, hanem ez árad belőlük, apám elég jól furulyázott, és miután úgyse lehetett állása, barátai, akik Karácsony Sándor ifjúsági köre voltak, vagy ifjúsági körének a tagjai voltak, egy 50-60 tagú ifjú társaságról van szó, akik aztán szép lassan, ugye, ahogy növekedtek, vagy haladt az idő, megházasodtak, gyerekeik lettek, és rávették édesapámat, hogy egy ilyen zenei, vagy inkább táncos, hogy tanítson minket táncot, hiszen ő a cserkészeket nagyszerűen táncolt. Még azt ugye nem mondtam el, hogy hát ebből a regész cserkész csapatból nőtt ki a Muharai Együttes, és majd az Állami Együttes is, tehát Muharai Elemér is, és a nagy híres táncosok. De egyébként Novák Tata is nem egyszer emlegeti, ő is cserkész volt, Martin is talán, Timár Sanyi bácsi mindenképpen, tehát ő, az a háború után elindult tánckutatás, az mind azokból verbúválódott össze, akik korábban cserkészek voltak, és a regész cserkész mozgalom keretein belül a néptáncot megismerték. Rávették a baráti társaságának a tagjai, hogy hát már növekednek a gyerekek, és olyan nagyszerűen tanított cserkészeket táncolni, hát tanítsa őket, de hát ez úgy volt, hogy összejártak, Karácsony Sándor tanítványairól van szó, összejártak biblia órára havonta, két hetente. Ami elég veszélyes dolog volt a Rákosi világban, mert gyülekezni sem lehetett, de az egyik barátnál, akinek nagyobb lakása volt, így is úgy is összejártak egy-egy ilyen biblia órára, és ha már úgy is összejárnak, és a gyerekeket úgyse tudják hova tenni, és mennek, hát akkor utána legyen gyerekzsúrral egybekötött tánctanítás. Egyszer az apám rávett, hogy hát gyere már el az FMH-ba, ez egy olyan nagyszerű dolog, és elmentem, és hát teljesen elbűvölt az, amit láttam. Kalóz Zoltán előadása után félretolták a székeket, egy kis zaj, hangszereket hoznak, Halmos Béla és Sebbő Ferenc megjelentek. Éppen most nem tudom, hogy akkor kibőgözött nekik, de rájuk emlékszem. És fiatalok nagyszerűen táncolni kezdtek. Akkor kihirdették, hogy na, akit ez érdekelt, egy hónap múlva indul a rendszeres táncház. Akkor havonta egyszer volt ez. Hát mindegyik ilyen táncházban ott voltam. Csak széki zenét hallottunk, csak széki táncot tanítottak nagyszerűen. Én gyerekkoromban is tanultam hegedülni kiskoromban. Csak aztán egy betegség miatt abba kellett hagyjam. Felnőtt fejjel kezdtem újra hegedülni. És amikor újra kezdtem hegedülni, akkor már a népzene kezdett érdekelni. Először biológus akartam lenni, volt egy nagyon kedves tanárom, osztályfőnököm a gimnáziumban, és akkor mindenképpen biológus akartam lenni, és bekerültem az Agráriegyetemre nagy nehezen, ami nem volt egyszerű, mert indexem volt a család, és szinte véletlen, hogy bekerültem, és hát egy fél év alatt rájöttem, hogy én ezt nem akarom csinálni, mert nem akarok gyakorlatilag, nagyon nemes és szép dolog, de én nem akarok gyakorlatilag. Tehát más oldalról érdekelt a természet, művészeti oldalról. Az erdélyi hegedűzenét, hegedűzenével úgy kezdtem ismerkedni,
hogy 1974-ben elmentem egy barátommal, Csoma Bálinttal, aki kiváló csellista lett különben, klasszikus csellista, elmentünk székre. Ő már járt ott korábban, sőt Gyimesben is járt. Gyimesben, tehát még éppen, hogy a táncász mozgalom hajnaláról beszélünk, de azt hiszem ő már hamarabb, tehát ő 72 előtt is már. Már attól kezdve rendszeresen járt Gyimesben. Annyira megszerette egy család, hogy disznót hízlaltak neki, és gyereküknek akarták fogadni. És hát ezzel a Bálint barátommal, aki szintén különben az édesapám még baráti köréhez tartozott, legalábbis a szülei, vele mentem székre, és az a elég szegény család, akivel ott megismerkedtünk, ők javasolták, hogy hát a Károly bácsihoz. Akkor már kifejezetten a zenetanulás miatt, tehát a táncház mozgalom miatt mentem a Bálinttal székre, és ők javasolták, hogy hát jó játszanak a többi zenészek is, de én régies játékot akarok hallgatni. Nyilván nem ezekkel a szavakkal mondták, de ez volt az értelme. Akkor a Dobos Károly bácsit keressem. Halmos Béla elkezdett tanulni az Icsántól, Ádám Istvántól. Misi, aki egy kicsit korábban kezdte, mint én, ugyanabban az évben alakult meg az együttesünk, csak ő egy kicsit már előre haladottabb állapotban volt akkor. Ő elkezdett az Ilka Gyuri bácsihoz járni, és hát a harmadik híres, neves primás volt a Dobos Károly, tehát mindenképpen ez volt a praktikus, hogy én akkor a Károly bácsihoz járjak. Őt faggattam is erről, magnó riportokat is csináltam vele erről. Tehát kezdettől fogva nagyon érdekelt az, hogy mi is a sajátságos ebben a játékmódban. Amikor 1981-ben lehetőségem nyílt, hogy itt az Óbudai Népzeneiskolába tanítsak, akkor azért vállaltam el, mert az volt az elképzelésem, gondolom, hogy nem egy téves elképzelés, hogyha nekem ezt tanítani is kell, akkor majd én legalább nagyon megtanulom. Nem tisztességtelen dolog ez, hiszen senki nem volt, aki tanította volna, tehát ez egy teljesen új területe volt a zenepedagógiának, hogy népzenét tanítanak valahol, ráadásul az eredeti stílusában, nem csak arról van szó, hogy a népi dallamokat és utána teljesen más technikával, hanem mi próbáltuk megőrizni. Valamennyien Juhász Zoltán kollégám, Balog Sándor, de a többi citerás is, a Jakab Csongor, mindenkit ez izgatott, nem minden tökéletesen tanítható írásbeliség útján, és a gyerekeknél különösen nagyon fontos az utánzó készség, amire zenében, meg hát táncba is borrasztan, meg akár kézművességben is nagyon kell építeni. Na de hogy visszatérjünk a hegedülésre, mondhatom azt, hogy 4 évtizedes kutató munkám és kb. 100 órányi hangszertechnikai videófelvétel alapján, hogy nagy különbség van a klasszikus hegedű technika és a falusi hegedűsöknek a játéktechnikája között. Egy olyan arhaikus játékmódot őriztek meg a magyar falvak zené hagyományukat őrző zenészei, amely több száz éves, és mondom régiesebb, mint a barokk zene minden bizonnyal. Soha nem úgy éneklik, hogy hajdunáló fúj a szél, márpedig ha ezt kottába leírjuk, akkor 8-adokba, akkor akik tud kottát olvasni, és klasszikus zenész, az így fogja játszani, egy tat 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 tá. Ugye? De ugyanúgy a nyújtott itt most is, lóra, csikós, lóra, így fogja. És nem úgy fogja, ahogy a falusi előadók, hogy olyan, hogy lóra, csikós, az a racsi, az van együtt, és nem való, pedig így értelmetlen külön, de mégis úgy énekli. Tehát van egy nagyon erős, intenzív, hosszú hang, és amikor az elenyészik, akkor jön a nyújtott ritmus rövid tagja, vagyis a nyújtott ritmus rövid tagja nem is oda tartozik, hanem a következő ütemhez. A tá, ti-ti-tá, a titához tartozik. És ugyanúgy, visszatérve a hajdunáról, ugye, valójában az történik, hogy hajdunáról fúj a szél. Hogy is mondjuk ezt? Hajdunáról fúj.
még a hangsúlyosak, ugye nem csak, hogy a hangsúlytalan hangot egy hangsúlyost egy hangsúlytalan követ, hanem a egymás után jövő hangsúlyosak sem egyforma szinten vannak. És ezt tökéletesen a falusi hangszeres játékosok, ezt tökéletesen érzik, értik, és ez egy olyan nehéz agogikai játék, amit nyugodtan mondom, hogy a klasszikus oktatás erre nem készíti fel a zenészeket. Na most ez az, amiért nem tudják Bartók játékát utánozni, mert ő a népi előadásmódot tökéletesen belevitte annak a hangszernek a játékába, ami tulajdonképpen alkalmatlan erre, de ő mégis meg tudta oldani. Nagy kérdés, hogy a jövő számára mi az, ami ebből az archaikus hagyományból továbbadható és hogyan adható. Nem képzelem azt, hogy a cél az volna, hogy akár 100 év múlva is mereven mindent hangról hangra pontosan ugyanúgy játszunk, mint ahogy valamikor ez és ez a falusi zenész játszotta 5 éve, 10 éve, 15 évvel ezelőtt egy esős délutánon otthon, amikor a mikrofont elédugtuk. De úgy kéne megtanulni, hogy az a lényege ne csorbuljon. Rám nagy hatással volt Kassai Lajosnak az a kijelentése, és hát nem csak nagy hatással, hanem tulajdonképpen én is ugyanígy gondoltam, hát ezért volt rám nagy hatással, hogy amit valahogy így mond a filmben, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit ők követtek. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy lehetne megtalálni a módját, hogy megőrizzük a kulturális anyanyelvünket, ugye, ahogy Teller Ede is mondta, hogy ha nem magyarul beszélt volna, akkor egy egyszerű középiskolai fizika tanár maradt volna.